Sziasztok, Kanta Józsi vagyok, nézzétek az NSO TV-t! Hogy működnek ezek a magyar edzők, hogy például én azt vettem észre, hogy Pölöskei Zsolt az első fordulóban rúgott egy olyan gólt, hogy egy oldalszabadrúgást gyorsan elvégeztek, lepasszoltak neki és berúgta. És ezt ugyanezt megcsinálta a másik fordulóban, hogy ezt nem veszik észre az edzők, hogy nem hívják fel a figyelmet erre? Hogy teljesen ugyanolyan szituációban rúgott gólt. Szóval, hogyha minden játékhelyzetre előre föl lehet készülni egy meccsen, a futballban ez szép az improvizáció, akkor nem lenne gól, mert akkor előre föl tudnálok mindenre készülni. Valóban ez egy kicsit sablonosnak tűnhet, hogy 35 méterre legurítanak egy labdát, szerintem nem vették komolyan, hogy van olyan rúgótechnika, amivel... Hát de már múlt héten berúgta, akkor miért nem veszik komolyan? Na de épp ezt mondom, hogy valószínűnek tartom, hogy magát a játékhelyzetet nem vették komolyan a védők, majd ha közelebb hozza, akkor majd blokkolunk. Egyébként hiba, nem csak a 25-30 méteres lövéseknél sokszor nincs blokkolás, hanem a 16-os környékén is beállnak a védőjátékosok ugye területre, és akkor próbálják majd hozza közelebb, és nem szűkítik a területet, nem blokkolnak. Legközelebb szerintem most már, hogy ez kétszer a Pölő megcsinálta, harmadszor biztos blokkolni fogják. Az elmúlt szezonban már érezhető volt, hogy az akadémiáról kijött játékosok, de klubszinten is már 3-4-5 játékos szerepeltetnek, Honvéd, Haladás, most már ugye a Puskás Akadémiában is 5 kezdőjátékos van az NB2-höz képest az akadémiáról. Tehát jönnek fel olyan fiatalok, akik képzettek, jól játszanak, be tudnak illeszkedni a csapatukba. Nyilván egyszerre 11-et nem lehet beállítani, de ha ilyen 4-5 fős kontingensben jönnek, és azt látjuk, hogy jó, tehetségesek, akkor szerintem haladunk előre. Na most közülük is kiemelkedő játékosok azért mindig akadnak. Ugye 2 évvel ezelőtt a Kokis Kovács jött, aki tényleg átlagon felüli képességekkel bír, jött egyből utána a Radó, ugye mindketten Szombathelyről, akkor a Vas Patrik az MTK-ba, a Bese most említetted, szerintem nagyon tehetséges csatár. Szombathelyen rengeteg fiatal. Igen, nem említetted, de például a Győrben van a Kalmár 95-ös születésű, egészen kivételesen jó kis középpályás. Én azt gondolom, hogy ebben az évben sok feladatot fog kapni, vagy Pécsen Márkvárt, most ugyan jobb szélsőt játszik, de szerintem középpályás a posztja, és egy kicsit beljebb. Most itt tudtak helyet szorítani neki, de látják a Márton Gabiek is, hogy ez nagyon tehetséges futballistáról van szó. Sok olyan tehetséges játékosunk van, akiket foglalkoztatni kell. Most sem rosszabbak, esküszöm, nem rosszabbak, mint a légiós. Milyen sok légiós? 1-2 légiós tudsz már csak kiemelni. Mert gyakorlatilag az elmúlt években, akit én jó légiósnak számítottam, azok a spanyolok, akik mondjuk jöttek Diós Győzbe, és valóban ragyogóan is futballoztak, de már tavaly egy kicsit megkoptak, idősebbek, abba hagyják, elmennek. Tehát lejárt lemez lett az gyakorlatilag. Most őket pótolni szerintem nem olyan tudták ott sem. Nem lehet egyszerre beömleszteni a csapatba a fiatalokat, kell, hogy legyen egy tengely, egy rutinosabb, tapasztaltabb tengely a csapatban, akik a pályán is el tudják irányítgatni őket az öltözőben is, és szépen fokozatosan kell alakulni a mesterhelést. Vannak olyan kivételes tehetségek, akiket nyilván a posztjukra egyből be tudsz rakni, de egyszerre 6-8-9 játékos nem lehet. Ez a 4-5 fős kontingens, hogyha a csapaton belül megerősödik, és stabil lesz egy kis tapasztal, akkor lehet mellé rakni majd másikat. Szerintem most abban az időszakban vagyunk, amikor ezek a játékosok jönnek, megmutatják magukat, picit megerősödnek a csapaton belül, és majd jön mögöttük másik 2-3, és egy ilyen folyamat ki tud épülni, és akkor ebben az esetben lehet azt megcsinálni, hogy maximum 1-2 légióssal, de tényleg aki erősítést jelent, lehet egy-egy csapatot föltuningolni, és hát folyamatosan tudnak jönni a